Sófár hangja nyitotta meg a második zsidó gasztronómiai fesztivált. A rendezvény idén is a Vidor programsorozatának része volt. Ez túlmutat valamin. Mutat is valamit, meg túlmutat. Egyrészt lehetőség nyílik arra, hogy a közösség tagjai ilyen formában is találkozzanak. Ez egy alkalom, de ugyanakkor nem csak egymással, hanem a város társadalmával is. Nyitottak a kapuk, bárki bejöhet ide, bárki ismerkedhet, nem csak a zsidó ételekkel, hanem esetlegesen ennek a közösségnek a történelmével, hiszen a háború előtt egy több ezres közösségért, zsidó közösségért, több templommal rendelkezve ebben a városban. Nagyon sokat tette ez a közösség, nem csak önmagáért és a zsidóságért Magyarországon, hanem a városért is. A megnyitóra már szinte teljesen megtelt a zsinagóga udvara. A köszöntők sorban követték egymást, Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei közgyűlés alelnöke megnyitó beszédében a minket körülvevő értékek megóvására hívta fel a figyelmet. Szabolcs-Szatmár-Berek vármegye és nyugodtan mondjuk Nyíregyháza megyei jogú város arculatát is nagyban alakították a zsidó közösségek. És valóban értékes a mi megyénk, értékes Nyíregyháza, és ezt értékessé a kulturális és épített örökség mellett, amelyben valóban szintén nagy hangsúlyt kapott a zsidó közösség szerepe, amellett maguk a közösségek is erőssé tették és értékessé tették. És ennek egy szelete az maga a gasztronómia, amelynek kapcsán most itt vagyunk, de ez valóban túlmutat ez a mai rendezvény azon, hogy itt csak finom ételeket kóstolunk, és olyan alapanyagokkal találkozunk, amelyekkel a hétköznapokban is, de itt most mégis egy picit mást kapunk vissza, hogyha egy-egy ételt megkóstolunk. És azért mutat túl ez a rendezvény, hogy valóban nem csak magáról a gasztronómiáról van szó, nem csak az ételekről, hanem arról a közösségről, amely értékessé és erőssé tette mind Nyíregyházát, mind pedig Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyét, és mi nagyon büszkék vagyunk erre a közösségre, és nagyon örülünk annak, hogy ez a rendezvény, ez a gasztronómiai fesztivál, ez a tavalyi születésnap után, vagy a megszületés után most már a második születésnapját is ünnepelhet, és bízunk benne, hogy az évtizedeken keresztül hagyományá válik. A nagy közönség előtt is megnyitotta kapuit a zsinagóga épülete. A 2007-ben indult Fűszer Lélek blog alapítója Bodrogi Eszter pedig előadást tartott a kóser háztartásról és a házas élet szabályairól, továbbá a nyírségi zsidó ételekről. A sorok kigyóztak, és nem maradhatott el többek között a sólet, a zakuszka és a flódni kóstolása sem.